Hello! Szevasz, a lakás miatt? Igen. Most te vagy a 1330-as? Így van. Hogy is hívnak? Szabó Balázs. Figyelj, jó, hogy időben érkeztél, annyi érdeklődő van. Hát nem csodálom, egy ilyen 4 szobás lakás, kilátással, terasszal, hát havi 70 000. Igen. Na, az a lakás már nincs meg. Van viszont egy nagyon hasonló, 3 szoba, ott az ár 100 000-rel drágább, de nem kell parázni, mert a rezsi alig haladja meg a 180 000 forintot, és csak 9 havi kaukciót kérnek. Gyere, megmutatom. Na, ez itt a konyha! Teljesen felszerelt amerikai konyhás. Ez teljesen felszerelt? 3 sodrófa, egy téli gumi, van itt kötél, kávéfőző, rongyok, telefon, pizza rendeléshez, minden valami kell, minden. Tudom, mire gondolsz, egy ilyen faszalakás, hogy lehet ennyire olcsó, hogy? Vannak hibák, Masi, vannak hibák, nem azt mondom. Itt van például ez a lyuk. Figyelj ide, kis gletrá, rá a tapéta, fák, mintha új lenne, mint belmagasságot nézd meg. Figyelj ide, ha én nekem lehetősége, már rég beköltöztem oda, rég. És ez nem zavaró, hogy itt van a szomszédban a reptér? Én nem is hallottam még soha. Én is itt lakom a szomszédban, figyelj, soha nem hallottam. Hát gondoltam engem, hogy van, itt lakom a szomszédban, szép is lenne. Semmi, de soha, teljesen, új. Na ez! Nekem ezt tetszik a legjobban. És biztonságos ez a környék? Ez a környék, maga biztonság. Mutatom a többi helyet. Én amióta az eszemet tudom, ingatlannal foglalkozom. Nekem mindig jó volt a szimatom. És ez, barátom, egy jó lakás. Foglaló?